várd, hogy Cengiz Atay álljon fel. Ön Halim Atay-i Szultán Atay fia Cengiz Atay? Igen, bíró úr, kérem. Ön 2010. április 18-a éjszakáján előre megfontolt szándékkal megölte Recep Barlakot a saját házában. Beismeri a bűnösségét? Nem, bíró úr, ártatlan vagyok. A nővérem nemrég ment el. Elkezdődött már? És mit mondanak? Lehet tudni, hogy áll? Hívni fognak, amint történik valami. A bíróságnak bemutatott bizonyítékok nem ezt támasztják alá. Íme az első számú. Mutassa fel. Ezt a kést az áldozat kezében találták a halála után. Rajta a maga vérével. Ezt mivel magyarázza? Valaki rám akarja kenni, én azzal a késsel máshol találkoztam. Úgy érti, máshol gyilkolt vele? Csendet kérek! Második számú bizonyíték! A lovaglópálca, ami a maga autójából került elő. Az előzőhöz hasonlóan rajta az önvérével. Ez hogy lehetséges? Oda tették, valaki oda csempészte. Fel akarnak ültetni, bíró úr, ez nyilvánvaló. Hogy mi nyilvánvaló, azt majd a bíróság eldönti. Kérdezem, a védelemnek van tanúja? Igen, van, bíró úr. Szólítanám őt. Eisen Atay! Ne beszéljenek egymással. Ide legyen szíves. Lehet, hogy elítélik. Nem árt mindenre felkészülni. Kész őrület. Jó, tudjuk, hogy Cengiz nem egy szent, de azt el nem tudom képzelni, hogy bemenjen valakinek a házába és megölje őt. Ilyet sose tenne. A törvény nem mindig igazságos, bár. Eisen Atay, esküszik, hogy az igazat és csakis a szintiszta igazat vallja? Esküszöm. Milyen kapcsolatban áll ön a vádlottal? Cengiz a férjem. Van egy közös gyermekünk, Chan. Április 18-án emlékszik, hogy a férje hol tartózkodott? Igen, emlékszem. Önnel volt, vagy esetleg máshol? Eisen asszony, megismételjem a kérdést? Nem, nem kell. A férjem azon az estén velem volt, a házunkban. Másnap reggel indultunk volna nyaralni. A nap folyamán az utazást intézte. Ezt a nyaralást a férje javasolta? Igen. Pontosabban nem javasolta, meglepetésnek szánta. Vacsora időben ért haza, és együtt vacsoráztunk. És ezután egyikük sem ment már sehová? Valamivel később azt mondta, be kell ugrani a munkahelyére. Hogy micsoda? Úgy 11 óra körül elment otthonról. Helyesen, te mi a francról beszélsz? Csöndet, vagy kivezettetem a teremből. Emlékszik, mikor jött haza? Muszáj elmondanom, Cengiz. El kell nekik mondanom az igazat. Helyesen. Úgy
hogy 2 óra múlva jött haza. A ruhája sáros, az inge véres volt, ezeket ledobta magáról és elégette, utána pedig megfenyegetett, hogy erről senkinek ne beszéljek. Te meg mit művelsz? Ne haragudj! Úgy sajnálom. Hazajön, játszunk egy meccset, benne vagy? Benne. Ha viszont nem engedik haza, akkor menj oda és hozd el, jó ezzel? Már egy csomó ideje elment, nem dolgozhat ennyit, pihennie is kell. Alperes Cengiz Atayt a török büntető törvénykönyv 81. paragrafus alapján gyilkosság, a hatóság félrevezetése és közvetlen bizonyítékok elrejtésének vádjában bűnösnek találtam, és életfogytiglani fegyházbüntetésre ítél. Ki a fele vagy te? Mi? Ki vagy te, Isani? Hallasz engem, Eysan? Velem ezt nem lehet! Én nem ember vagyok, engem nem intézel így el! Te sem úszod meg, hallom? Kitaláljuk, ki jöjjön még. Vége. Hívhat barátokat is.